egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy jóképű herceg egy gyönyörű kastélyban. Mindent megkapott, amire csak a szíve áhítozott. A nép úgy gondolta, hogy egy kissé, nos, nagyképű. Ha a herceg új cipőt akart, megkapta. Ha a kedvenc ételére vágyott, ezüsttálcán vitték elé. Köszönöm, elmehet. Egy napon ez a fiatalember úgy határozott, hogy a kastélya összes szobájába tükröket rakott be, hogy mindenhol láthassa önnön szépségét, akármelyik terembe is lép be. Nem ismerlek titeket, de ha reggel felkelek, nekem az utolsó dolog, amit szeretnék, az, hogy meglessem magam a tükörben. A hajam egy kócsalom. Egy hideg éjszakán volt egy idős hölgy, aki rótta a falucska utcáit és étel után kéregetett, hát ha megszánja valaki, és csak egy meleg helyre vágyott. Elérkezett a hercegi kastélyhoz, és bekopogtatott az ajtaján. A herceg ajtót nyitott, s az öreg hölgy így szólt. Ó, kedves herceg, kérlek, légy hozzám könyörületes. Adj nekem egy vekni kenyeret, s egy meleg pokrócot. A herceget felbosszantotta az öreg hölgy kérése, és rögvest kiadta az útját. Megnálásolk itt többet. Nagyon nem füllött a kedve az öreg asszonyhoz, szóval az erdőre szegezte mutatóujját. Ki innen, kifelé, de azonnal. Azonnal. Ahogy az öreg hölgy bánatosan indulóra fogta, még visszanézett a hercegre, és így szólt. Lehet, hogy nincsen pénzem, lehet, hogy öreg vagyok, és csúnya, de a szívem csordultig van szeretettel, de honnan is tudhatnád, hisz neked olyan nincsen. És azzal egyszerre a kis öreg hölgy egy varázslatot küldött a hercegre. A herceget szörnyeteggé varázsolta. Elmondta neki, ha megtanulja, hogyan kell kedvesnek lennie másokkal, és hogyan szeressen szívből, és a szerelme viszonzásra talál, a varázslat abban a percben megszűnik, és ismét visszaváltozik hercegé. De ha nem változik meg, akkor örökké szörnyeteg marad. Évek múltak el, és a szörnyeteg egyre csak idősebb lett, és egyre ijesztőbb. Napról napra rosszabbul érezte magát, és lassan elhitte, hogy soha többé nem fog szerelembe esni senkibe, és bizonyosan nem fog szerelembe esni belé egy lélek sem. Hogyan találsz rám szerelmem, mikor leszek szabad? Szörnyeteg lettem, de valami megváltozott bennem. Nem messze a kastélytól élt egy fiatal kedves ifjú lány. Kitaláljátok, hogy mi volt a neve? Így igaz, Bellának hívták. Az egész faluban jól ismerték, mindenkinek jó barátja volt, és a szíve csordultig volt kedvességgel. Bella imádott olvasni és énekelni. Az édesapja is nagyon kedves volt, és persze vicces is. A haja kócos volt, és egy kissé szórakozott professzor volt. De ez egyáltalán nem zavarta Bellát. Nos, ahogy telt múlt az idő, az emberek suttogni kezdtek Belláról és az apukájáról. Rendesen hallani lehetett a piac téren a pletykákat. Bella mindig csak azokat a könyveket bújja, mindig csak énekel, s járkel a faluban. Az apukája meg olyan, mint egy kis poloska. Ti láttatok már poloskát? Hát én még nem. De azt hiszem, nem is szeretnék. Ó, na de gyerünk vissza a sztorihoz. Egy hideg éjjelen Bella apukája hazafelé tartott, épp a domboldalon, mert épp egy kiállításon mutogatta a legújabb tudományos kütyüjét. Amikor egyszer csak megijesztette néhány farkas és az üvöltésük, és rossz úton fordult le, amely elvezette őt a kastélyhoz. Másnap Bella meglepetésére apukáját sehol sem találta, pedig mindig együtt költötték el a reggeliüket. És az egyik helyi cipőkészítő elmesélte neki, hogy látták őt előző este a kastélyhoz vezető úton. Ez aggodalommal töltötte el Bella szívét, és rögvest felkerekedett, és a kastélyhoz sietett, hogy megtalálja apukáját. Ahogy felért a kastély ajtajáig, még csak nem is kopogott,
egyenesen berontott az ajtón, és követelte, hogy láthassa az apukáját. Mrs. Potts elvezette őt a kastély börtönéhez, és akkor meglátta édesapját rácsok mögé zárva. És akkor egyszer csak Bella meghallotta, ahogy a szörnyetek kieresztett egy hátborzongató üvöltést, amiben beleremegtek a kastély falai. Bellát nagyon megrémítette, de felülkerekedett félelmén, és bátran viselkedett. Kérlek, ijesztő szörnyeteg, engedd szabadon apukámat. Ő semmi rosszat nem tett ellened. Ne! Üvöltötte a szörnyeteg. Az édesapám nincs jól? Ő már idős, és haza kell mennie, ahol melegben és biztonságban lehet. Ha úgy gondolod, tarts fogva engem az apukámért cserébe. A szörnyeteg belement a cserébe, és Bella apukáját kiengedte, viszont Bellát a kastélya egyik szobájába kísértette. Mostantól itt maradsz velem a kastélyban. Csatlakozol hozzám vacsorára. Meg ne halljam, hogy ellenkezel. Drágán megfizetsz, ha nem azt teszed, amit mondok neked. Vajon menni kell ítélnem? Vajon mikor leszek szabad? De valami asszogja nekem. Lehet, hogy valamit fel kell fedeznem. Bella nem vette jó néven, hogy parancsolgatnak neki. Vagy udvariasan kérsz meg rá, vagy különben nem vacsorázom veled. Viseltes tiszteletteljesen irányomba, és akkor én is tisztelni foglak. Telt múlt az idő, és a szörnyeteg egyre kedvesebbé vált. Lassan rájött, hogy nem főnökösködhet Bellával. A szíve minden alkalommal megdobbant, amikor Bellára szegezte a tekintetét. A mosolya, a szép szemei, és ahogy énekelt. Nem ismerlek titeket, de én azt hiszem, hogy a szörnyeteg kezdett szerelembe esni Bellába. Egy délután Bella és a szörny épp a teraszon teáztak, és jól érezték magukat, és Bella mindenféle játékra tanította a szörnyeteget. Ez alatt egy alattomos farkas lopakodott a szörnyeteg mögé, és egyszer csak ránt. Két fenevad küzdött egymással. Nagyon veszélyes helyzet volt. A farkast végül legyőzte a szörny, és az elszaladt, de mélyen megkarmolta a karját. Bella bekötözte, és ettől már is sokkal jobban lett. Bella, azt szeretném mondani. Köszönöm, hogy elláttad a sebemet. És mind a ketten elmerültek egymás szemében. Mindketten. Nos, éreztek valamit a másik iránt. Lehetséges, hogy egymásba szerettek? Attól a naptól fogva a szörnyeteg a világ legudvariasabb lovagjává változott. Megmutatta Bellának a könyvtárát, és Bella megtanította, hogyan viselkedjen úriemberként. Emlékezzetek, azt már tudjuk, hogy a szörnyeteg szerelembe esett Bellába. Már csak arra lenne szükség, hogy Bella is szerelmes legyen a szörnyetegbe. Egy estén Bella tanította a szörnyet, hogyan kell táncolni, amikor a szörnyeteg megkérdezte Bellát. Drága Bella, boldog vagy itt? Velem? Igen. Igen. Az vagyok. Én szeretlek téged. És azzal megcsókolták egymást tánc közben. A szörnyeteg igazán megváltozott. A szíve megtelt gyengédséggel és szeretettel. Még meg is hívta Bella apukáját, hogy éljen velük a kastélyban. És abban a pillanatban a varázslat megtört. Egyszerre csak varázsütése a szörnyeteg visszaváltozott herceggé. És a herceg és Bella boldogan éltek életük hátralévő részében. Hülye betyár mindenit, hát micsoda egy sztori? Nos, én nem hiszek a mágiában. Ez csupán egy történet. De ezt viszont tudom. Mindig legyen szeretet a szívetekben, legyetek kedvesek azokkal, akiket szerettek, és soha ne ítéljetek meg egy könyvet a borítójáról.
Ez azt jelenti, hogy nem tudhatjátok, milyen egy ember belülről, csak az alapján, ahogyan kinéz. Ismernetek kell, milyen szíve van belülről. Nektek is jó szívetek van? Hát persze, hogy jó. Ebben biztos vagyok. Vigyázzatok magatokra, kedves barátaim! Sziasztok a következő mesénkig! Ha tetszett a videónk, kérlek nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornánkra! Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy férj és a felesége. Minden vágyuk az volt, hogy gyermekük szülessen. Egy napon a feleség így szólt a férjhez. Szerelmem, az álmunk valóra vált. Gyermeket várok, és hamarosan szülők leszünk. Az apa nagyon megörült a hírnek, de észrevette, hogy felesége erősen köhög. Kedves feleségem, vigyáznod kell az egészségedre, amíg várandós vagy. A köhögésed miatt aggódok. Elmegyek az elfeledett kertbe, hogy hozzak neked aranyviráglevelet, hogy elrágcsáld. Azok a levelek hatásosak a köhögés ellen. Ez nagyszerű, kedvesem, de légy óvatos. Azt mondják, egy gonosz boszorkány él most ott, és nem szívesen lát idegeneket a kertjében. Ne félj, kedvesem! Én nem hiszek a boszorkányokban. Biztos vagyok benne, hogy csak egy idős hölgy, aki egyedül él. Majd bekopogok, és engedélyt kérek, hogy belépjek a kertbe. És azzal elindult. Kissé kételkedett, ahogy megpillantotta a házat, ami hát meglehetősen furcsán nézett ki. Régi kovácsolt vaskerítés vette körbe a házat, odalépett a kapuhoz, bátran kinyitotta, átvágott a kerten, és odalépett az ajtóhoz. Azután bekopogott. Ki engedte meg neked, hogy belépj a kapun? Sok erős varázslatot tudok. Ha akartam volna, a pálcámmal akár egy nagy zsíros malaccá is változtattalak volna. Csak egy varázsütéssel. Na, mit keresel itt? Ó, Mrs. Bossy, kérlek, segíts nekem, a feleségem. Az első gyermekünket várjuk, és a kedvesem éjjel-nappal köhög. Úgy tudom, az egyik növényed a kertben gyógyír a köhögésrohamra. Igen. Azt a növényt aranyviráglevélnek hívják, és vannak gyógyító tulajdonságai. Teszek neked egy ajánlatot, amire nem tudsz nemet mondani. Figyelek! Kérlek, segíts! Lássuk, csak lássuk! Ne aggódj! A feleséged nagyon beteg. Úgy látom, nem éri meg a reggelt. Mit tehetünk? Kérlek, segíts rajtunk! Adok neked egy kosárkát teli aranyviráglevéllel, amik majd meggyógyítják a halálos köhögést. Cserébe viszont a gyermeket akarom. Én akarok gondoskodni róla és felnevelni a saját gyermekemként. Biztonságban fog majd élni velem hosszú éveken át. És a feleséged meggyógyul. Ti ketten pedig elhagyjátok ezt a vidéket örökre, s új életet kezdtek valahol messze-messze innen. Érthető voltam? A férj kipillantott az ablakon a kertbe, ránézett az aranyvirágbokrokra, majd hosszan meredt a varázsgömbbe a haldokló feleségére, és úgy döntött, hogy elfogadja a gonosz boszorkány ajánlatát. Hazatérve a feleség elrágcsálta az aranyvirágleveleket, és a köhögése egy csapásra elmúlt. Egészséges kislányuk született, akit aranyhajnak neveztek el. A házaspár egyik este egy kosárkában a ház verandáján hagyták a kislányt, és szomorúan elsétáltak. Örökre. Amikor a fiatal lány 12 éves volt, a gonosz boszorkány sötét varázslatokat mormolt, majd meglegyintette a pálcáját, és az erdő közepén mindenkitől távol megjelent egy magas torony. Ennek a toronynak nem volt ajtaja, sem lépcsők, amelyek felfelé vagy lefelé vezetnének. Csak egy kis ablak maradt a leány számára, hogy kinézzen a világra, amely soha nem lehet az övé. Ebben a toronyban kapott otthont aranyhaj, hosszú időre egyedül. Teltek múltak az évek, és aranyhaj a világ legszebb leányává cseperedett. Szőke haja olyan hosszú és sejmes volt, szeme olyan kék volt, mint az óceán,
és a szíve olyan kedves, mint rég elveszett anyukájáé. A gonosz vén boszorkány időnként meglátogatta aranyhajat, s amikor eljött, megállt a torony tövében, s így szólt. Aranyhaj, aranyhaj, engedd le az aranyhajad! Valahányszor a lány meghallotta, lassan leeresztette a haját, és az a gonosz vén boszorkány felmászott hozzá. Ma miért látogatsz meg? Hogy megbizonyosodjak róla, hogy a helyeden maradsz, és azt teszed, amit mondok neked. A foglyom leszel az idők végezetéig. A nyomorúságod örömet okoz nekem. Neked mi szíved? Csapdába csaltál itt engem? Távol az élet minden szépségétől. Ez olyan kegyetlen. Fogd be a szád! Nincs jogod hozzám szólni. Csak akkor beszélsz, ha engedélyt adok neked. Amikor azt érzed, hogy el akarsz menni, emlékezz arra, az életed az enyém. Akár alszol, sírsz vagy, énekelsz, nevetsz, mindig a torony része leszel. Amikor csak nevetsz, egy pillanatra is, az örömöd nem jelent semmit. Az életed enyém, akár alszol, sírsz vagy, énekelsz, nevetsz, mindig a torony része leszel. Mindig a torony része leszel! És azzal a boszorkány varázslatosan eltűnt, és magára hagyta aranyhajat, hogy arról álmodozzon, hogy egyszer szabad lesz. Vajon boldog leszek valaha itt fenn, s találkozok-e a szerelmemmel? Soha nem találom meg, ha egyedül vagyok itt fenn. Vajon szabadjára engede, hogy olyan legyek, amilyennek kellene, hogy találom meg így a szerelmemet, úgy érzem nem fogom. Kérlek, nem fel a reményed, tudom, mire vagyok, jöttem segíteni neked. Így is bíz magadban, hisz holnap ránk villan majd a nyúj nap. Holnap ránk villan majd a nyúj nap. Hű a betyár mindenit, nem tudom, mit tennék ebben a helyzetben. Először is félek a magasban. Úgy értem, ott fent a magasban, a torony legtetején ijesztő. És hogy még furább legyen, mindig le kell engednie a haját, hogy a gonosz bosszi felmásszon rajta. Na de gyerünk vissza a sztorihoz! Egy napon arrafelé lovagolt egy herceg a lován, keresztül az erdőn. Egyszer csak meghallotta egy lány gyönyörű szép énekét. A jóképű herceg kissé távolabb, ahonnan az ének szólt, megállt a lovával, és elbújt egy fa mögé. A torony közelében állva megdöbbentette és elszomorította, amit hallott és látott. Itt állt egy öreg csúnya boszorkány, aki azt kiabálta. Aranyhaj, aranyhaj, erezd le aranyhajad! Egyszerre egy gyönyörű lány jelent meg a magas torony ablakában. Hosszú, aranyfonatos haját leengedte a boszorkányhoz. Az öreg bosszi felmászott rajta, miközben iszonyatos sértéseket és fenyegetéseket üvöltött a lányra. Azután a boszorkány eltűnt a magas torony ablakában a gyönyörű lánnyal. Egy este a herceg úgy döntött, elmegy a toronyhoz, hogy megpillantsa a gyönyörű leányt. Tekintetük találkozott egymással, és a herceg megszólalt. Aranyhaj! Aranyhaj! Kérlek, engedd le aranyhajad! Hát itt vagy, hercegem, szerelmem, kedvesem. Azért jöttél, hogy megments engem? Most már szabad lehetek? Aranyhaj leeresztette a haját, és a férfi felmászott, hogy lássa őt. Kérlek, nem fel a reményed, tudom, mire vagyok, jöttem segíteni neked.
Így is bíz magadban, hisz holnap ránk virrad majd a nyúj nap. Holnap ránk virrad majd a nyúj nap. Most menned kell. Hamarosan itt lesz a gonosz boszorkány, aki anyámnak nevezi magát. Gyere el hozzám holnap, és vigyél magaddal. Szavamat adom. Hamarosan együtt leszünk. Kimentelek ebből a magányos toronyból. Összeházasodunk, és boldogan élünk a gonosz boszorkány átkai nélkül. Ígérem! 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 Á, imádom a szerelmi történeteket. Egy herceg jön, hogy megmentsen. Kastélyok és tündérek, királyok és királynők, gyönyörű ruhák és hosszú szőkehaj. Miért kell ezekhez a tündérmesékhez egy butavén boszorkánynak bejönni és mindent elrontani? Na de gyerünk vissza a sztorihoz! Másnap a boszorkány a torony lábához állt, és szokás szerint felkiabált. Aranyhaj! Aranyhaj! Engedd le a hajad! Ó, ez a buta lány, hogy mi tart neki ilyen sokáig? Te buta, buta, lassú lány! Ez a buta lány! Vajon miért tartott ilyen sokáig, hogy felérj hozzám? Erős a hajam. Gyorsan fel lehet rajta mászni. Az én szerető hercegem olyan gyorsan mászik felfelé. De miért vagy ilyen lassú? Ez feldühítette a gonosz boszorkányt. Te! Elárultál engem! Te nem egyedül voltál itt bent? Na ezt most majd szépen rendbe tesszük, te kis semmire kellő lány! Na, most, amikor a kis hercegecskéd legközelebb feljön hozzád, ez lesz élete nagy meglepetése! Levágtad a hajam. Tönkretetted a gyerekkoromat. Elvetted tőlem a szüleimet. Itt hagytál egyedül. De van egy dolog, amit nem kaphatsz meg. És mi lenne az, Miss Hercegnők gyöngye? Nem tudod elvenni a szívemet. A szívem a szerelmemé. A hercegemé. A kedvesemé. Aranyhaj! Aranyhaj! Engedd le gyönyörű aranyhajad! A kedvesedért jöttél? De a szép kis énekes madár nem énekel többé. Elment. És soha nem mondom meg, hogy hova. Soha nem látod többé. A herceg teljesen összetört. Annyira elöntötte őt a tehetetlen düh, hogy hirtelen kiugrott a toronyból. Egy tövis bokorban landolt, amely annyira megsebesítette a szemét, hogy bár túlélte a zuhanást, de megvakult. Szegény, szegény herceg. Egy éjszaka varázslatos dolog történt. Aranyhaj kedves barátja Pippi, a tündér, megjelent neki, és elmormolt néhány varázsszót. 1, 2, 3 szárnyaim rebbenjetek! Siess, aranyhaj, siess! Egy varázslatos létra csak egy kis időre jelenik most meg neked. Menekülj, édes aranyhajam! Most lemászhatsz, és végre éld az életed! Kezd el! A herceg évekig bolyongott az erdőben, vakon és összetört szívvel igaz szerelme elvesztése miatt. Egészen addig, amíg egy napon hirtelen azt hitte, hallotta énekelni. Hát itt vagy. Hát te vagy az. Szerelmem, végre megtaláltalak. Bár a kedves hangodat hallom, de sajnos elvesztettem a látásom. Van nálam aranyviráglevél. Ezeknek a leveleknek nagyszerű gyógyerejük van. Ha megeszed őket, akkor újra látni fogsz majd. Mi a betyár mindenit? Hát micsoda egy sztori?
Ki tudja a gonosz boszorkány hogyan végezte? Az igazat megvalva, remélem, hogy egy hatalmas sárkány lángja pirította meg. A herceg elvette aranyhajat feleségül, és elvitte mesebeli királyságába, ahol megtartották az esküvőt, és aranyhaj csodálatos meglepetésére a herceg felkutatta a szüleit, és őket is meghívta, hogy éljenek együtt a kastélyban. És boldogan éltek, még meg nem haltak. Köszönöm szépen, hogy csatlakoztatok hozzám itt a Nati mesékben. Remélem tetszett a történet. Ha tetszett, kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornánkra, és nyomjátok meg a kis piros csengőt is, hogy értesüljetek legújabb tartalmainkról. Sziasztok, kedveseim! Üdvözlünk az elvarázsolt mesék földjén. Készen álltok, barátaim? Kezdjük hát! Egyszer volt, hol nem volt, egy távoli királyságban, teli szeretettel és álmokkal élt egyszer egy hercegnő, akinek nagyon izgalmas története volt. Ó, micsoda ünnep ez a mai! Az egész királyság eljön, hogy üdvözölje a drága kislányunkat. Nézd csak rá! Egy hercegnő van készülőben. Már is olyan pici királyi szépség. A szeme a tiéd, kedvesem. A legfényesebb a legfényesebb csillagok között. A nózia a tiéd? Egy angyalból faragták ki finoman. Egy jel felséged után. Íme! Aurora kis hercegnőnk érkezése! Legyen hosszú élete! Tele nevetéssel, szeretettel és egy kis tündérmágia áldásával. Nézzétek azokat az aranyos kis lábakat. Nem sokára áttáncol ezen a kastélyon, és örömet szerez mindenkinek, aki találkozik vele. Drága kicsikénk, egy olyan világban fogsz felnőni, amit nem ér el a gonosz boszorkány és sötét, rejtélyes varázslatai. Örüljünk neki, hogy nem hívták meg. Nincs boszorkány a többé már, micsoda öröm, mi minden. Hol van a király és a királyné? Hozzátok elém őket. A babával együtt? Tedd, amit kértem, most rögtön. Különben te leszel a következő eledel a sárkányomnak. Mi keresni valót van a kastélyunkban? Mi nem okoztunk neked semmi bajt? Miért nem hívtatok meg a kislány köszöntési ünnepségére? Ez egy egyszerű kérdés. Válaszolj őszintén, különben a drágasságod csak a sötétséget látja meg a sárkányom száján át. A jelenlétes sötétséget hoz és viszájtszik. Ezért a babánk életének biztonsága érdekében úgy döntöttünk, hogy ezt az ünnepet tisztán és gonosz szándékaitól mentesen tartjuk. Eljöttem érted, kedveském! Egy pici szúrás, és itt a vég! Megpecsételem a sorsodat! A lelked hamarosan az enyém! Csak türelem, az álom utolér! Ez a király se csak az enyém, senki sem állhat az utamba rég! Hajolj meg, vagy haragommal nézz szembe! Én vagyok a fény, az éjszaka úrnője! A rokka orsó rád talált, örök varázsom szemedre szállt, Aurora sorsát én pecsételem meg. Féljen mindenki hatalmamtól, éjszakát hozok a földre, még a sárkányom lángja fel, perzse mindenki, ki elesztegül. Én vagyok a fény, az éjszaka úrnője. A rokka orsó rád talált, örök varázsom szemedre szállt, Aurora sorsát én pecsételem meg. Hajolj meg sárkányom tüze előtt, mert én vagyok a fény, az éjszaka úrnője. A gonosz boszorkány dühöngött, amiért nem hívták meg. Szinte felfalta őt a féltékenység. Megfenyegette a királyi párt, hogy lányuk 16. születésnapján megszúrja az ujját egy fonóorsóval, és ez örök álmát okozza. Lelke ezután a boszorkányé lesz örökre.
amíg el nem éri a 16. születésnapját, itt fog élni veletek. De nem ígérem, hogy biztonságban lesz. És ti sem. Én és a sárkányom akkor jövünk ide, amikor csak akarunk. És azt csinálunk, amit akarunk. Nincs szükségünk meghívóra. Megértettétek? A tragédia közepette egy csoda bontakozik ki. A király, a királynő és a baba mindnyájan biztonságban vannak a boszorkány gonosz erejétől. A sötétben mi elrejtőzünk, és így túléljük sértetlenül. Engedjétek, hogy elvigyük a hercegnőt egy időre. Erőink egyesítésével minden nap őrködünk fölötte, és tanítjuk őt. Védjétek őt, a drága gyermekünket. Tartsátok őt épségben. Ha szeretettel és varázslattal körbeveszitek, kivirágzik majd, mint a tavaszi rét. Csak akkor térhet vissza, ha meglátjátok a rózsaszín holdat. Akkor tudjátok majd, hogy a boszorkány elment. És azzal a tündérek egy erdei házikóba vitték. Biztonságban a gonosz boszorkánytól és attól a szörnyű sárkánytól. Ha itt lennétek velem, és éreznétek annak a fenevad sárkánynak a bűzös lehelletét, biztos vagyok benne, hogy egyedül csak a lehellete leteríteni minket. Oké, gyerünk vissza a sztorihoz. A tündérek gondoskodtak Auróráról, és nevelték csecsemőkorától egészen tínédzser koráig. Aurórával a tündérek minden nap törődtek, és nagyon szerették. De napról napra egyre közelebb került a 16. születésnapja, és a tündérek már kezdtek kicsit idegesek lenni. Aurórának most már el kell kezdenie úgy viselkedni, mint egy hercegnő. Hamarosan hazahívják a kastélyba, és a viselkedése, hogy úgy mondjam, még nem elég. Kielégítő. Remélem, hamarosan meglátjuk a rózsaszín holdat, és Auróra visszamehet a kastélyba, és folytathatja a hercegnő életét. Mindannyian együtt fogunk élni, és az élet megint olyan szép lesz, mint korábban. Auróra, érdemes lenne elolvasnod ezt a könyvet, hogy felkészülj arra az esetre, amikor hazamész a kastélyba. Köszönöm, tündér keresztanyám. Úgy szeretem a könyveket, mint a békákat, és a házi poloska versenyeket. Azt hiszem, bőven van tennivalónk. Ha hercegnő akarsz lenni, úgy kell beszélned, mint egy hercegnő. Egyesek azt mondják, konyban szeretném hordani a hajam. Egy hercegnőnek tudnia kell, hogyan kell díszes ruhában táncolni a bálteremben. Általában a hercegnők tudják, hogyan kell egy dallamot kitartani. És nekik van a legaranyosabb kuncogásuk. Minden hercegnő rátalál a párjára. Általában egy hercegre. Egyszer hercegnő leszek, majd szépen társalgok, és konyba hordom a hajam. Táncolok a bálban egész éjszaka. La-la-la-la-la-la, tu-du-du-du-du-du-du. Egy pillantás és kuncogásos hercegnő leszek. Egy pillantás és kuncogásos hercegnő leszel. Egy pillantás és kuncogás és hercegnő leszel. Nézzétek csak, barátaim! A hold rózsaszínre változott. Ez csak nem azt jelenti, hogy Auróra biztonságban visszatérhet a kastélyba. A neved mától kezdve Auróra hercegnő, és te vagy a mágikus királyság rég elveszett hercegnője. Varázspálcám legyintésével most visszarepítelek a kastélyba, hogy újra találkozz anyukáddal és apukáddal. Eljött hát az új életed hercegnőként, legkedvesebb Auróránk!
Anya, apa, én vagyok az, Aurora. Láttam a rózsaszín holdat, és a tündérek mondták, hogy végre biztonságosan hazajöhetek. Aurora keresztül megy a nagy termen. Ó, nem! A hercegnő veszélyben van. Biztosan nem érhet így véget a történet. Boldog születésnapot, fiatal hölgy! Ma lettél éppen 16 éves. Milyen nagyszerű kor is ez a számodra, hercegnő! Hoztam is neked egy ajándékot. Egy fonóorsót. Gyere csak, nézd meg! Ne félj, gyere közelebb, kedvesem! A boszorkány megigézte Aurórát, ahogy közelebb lépett a fonóorsóhoz, és vágyat keltett benne, hogy megérintse a gyönyörű szép orsót. Áó! Milyen nagyszerű módja ez a halálnak! Mindenkinek, aki meglátja őt, eszébe jut majd, mi lesz, ha nem borulnak le előttem, és nem imádnak engem. Ó, kedves gyermekem! Ne hagyd, hogy szíved megálljon dobogni! Visszafordítom a varázslatot, és felkutatom neked a jóképű herceget, hogy szeretett csókjával illessen téged. Akkor majd kinyílik a szemed, és a varázslat megtörik. Most aludj, kedves Aurórám! Hamarosan jön a segítség! A tündér kirepült a kastélyból messzire. Mindenki a kastélyban mély álomba szenderült. Évekig a kastély elcsendesült és sötétbe burkolózott. Ez idő alatt a kis tündér nagy utat repült egy messzi-messzi királyságba, ahol végül rátalált a sármos hercegre. Te vagy a kiválasztott, hogy megtörd a boszorkány gonosz varázslatát. A hercegnő a kastélyban alszik, és szüksége van az igaz szerelem csókjára. Anélkül aludni fog. Örökké! Azonnal vigyél el hozzá! Évek óta úton vagyok egy küldetésen, és eközben keresem életem szerelmét. A herceg és a tündér is visszautazott a kastélyba, hogy megtalálják a gyönyörű csipke rózsikát. Szerelmem, oly mozdulatlanul fekszel előttem. A hajad aranysárga, mint maga a nap. Melegséget és fényességet sugároz, még akkor is, ha alszol. Az arcod formája akár egy angyali. Mese szép vagy, drága hercegnő. Csakod meg! Csakod meg! Nocsa, a kedvesedért jöttél? Egy orsó szúrással közeleg a vége. A lelke már az enyém! Herceg abban a pillanatban kardot rántott, és teljes erejéből megindította. Nem hitette, hogy a pengéből mindenféle sziklát pattantak ki, és lángra kapta a boszorkányt. Hűen betyár mindenit! Így végezte a gonosz boszorkány és a sárkány. A tündér meglegyintette a pálcáját, és ártalmatlan, tűzifa halommá változtatta a fonóorsót, hogy az soha többé ne okozhasson kárt, egyetlen lélekben sem. Minden jó kis történetnek vége szakad egyszer, és ez a kis tündérmese éppen most ér véget. Aurora hercegnő és a jóképű herceg kiálltak a teraszra, és bámulták a rózsaszín holdfényt, búcsút intve a tündérnek. És a világ ismét szép lett, és a béke helyreállt. Aurora és a herceg összeházasodtak, és boldogan éltek, míg meg nem haltak.